Ezek a legizgalmasabb pillanatok, amikor éppen elindul a stream, és az a kérdés, hogy az előadók ki fognak-e doxolni magukról valami nagyon kompromittálót. Úgy tűnik, hogy működünk, úgyhogy sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a 2021. januári Hacker Suli, boldog új évet mindenkinek. Remélem, hogy mindenki túlélte a karácsonyi bajglit és rokonlátogatást, és ez a Hacker Suli lesz az idei első, de bízunk benne, hogy nem az utolsó, sőt, ha ez rajtunk múlik, akkor biztos, hogy nem az utolsó lesz. Egyébként néhány közérdekű közlemény, ha most így elkezdtük a streamet még így az egésznek az elejére. Az egyik az az, hogy keresünk előadókat, illetve olyanokat, akik szívesen jönnének prezentálni Hacker Suliba. Most nyilván ugye ez akkor volt nagyon érdekes, amikor valahol ott voltunk, tehát amikor valami külső helyszínen tudtunk előadni. Viszont ez továbbra is van, továbbra is keresünk előadókat érdekes, izgalmas témákkal. És a jó ír az az, hogy végtelen mennyiségű téma lehetőség van, tehát hogyha esetleg valakiben buzog a szereplési vágy, csak éppen nem igazán tudja, hogy mihez nyúljon, akkor írjon ránk, és akkor fogunk tudni témát is adni, meg segítünk is felkészülni. Szóval ez, hogyha valamilyen research-ot szeretnétek elkezdeni, akkor ez egy tök jó lehetőség. Ugyanis, higgyétek el, én is pontosan ugyanennyire nem értettem semmilyen szinten a szoftveres rádiókhoz, amikor elkezdtem szórakozni vele, mint amennyire most felmerül az, hogy de hát én nem is értek semmihez, én se értettem hozzá. Mondjuk azt azért fontos elmondani, hogy most se értek hozzá. Ettől függetlenül nagyon szívesen elmondom, amire jutottam a SDR-ekkel kapcsolatos kutatásban. Zoli, köszönöm te is a hallgatókat. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok. Nem készültem semmivel, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hát jó, egyébként még itt az elején, még van jó néhány percünk, a Facebook csoportunkban szerencsére most már elkezdődött némi aktivitás, tehát most elkezdett olyan feelingje venni a Facebook csoportunknak, mint egy majdnem 2000 főt számláló azonos érdeklődésű embereket egy kupacba tömörítőn Facebook csoportnak szokott lenni, tehát megjelentek a ügyeletes trójaink, akiket ezúton is köszöntünk, és továbbra is hadd reklámozzam a kirakott, kiposztolt, vagy kiszögelt bejegyzést, ami arról szól, hogy hogyan lehet mindenféle szakmai tartalmat előadni. Tehát, hogy ebben az a jó hír, hogy nagyon sok esetben annyi a dolog, hogy nézzétek csak meg ezeket a kommenteket, ahová ebben a Facebook posztban gyűjtjük, hogy milyen szakmai tartalmakat tartunk érdemesnek megnézni. Egyébként ebben a dologban annyi a gondolat, hogy lehet akár linkeket is bedobálni, tehát semmi gond vele. Annyi lenne a kérés, hogyha valamit javasolsz, vagy valamit úgy gondolod, hogy szeretném megosztani a többiekkel, mert érdemes megnézni, meghallgatni, elolvasni, bármi ilyesmi, akkor egy pár mondatot írj hozzá, hogy miért tartod azt fontosnak. Tehát, hogy ez igazából nem egy nagy dolog, de segítsünk ennyivel egymásnak. Zoli, mi történt az elmúlt néhány hétben így? Így az év vége az elég zikére sikeredett. A múltkori Hacker Suliban az volt, hogy kapkodtuk a fejünket, hogy mi történt itt a nagyvilágban. Tehát ugye az a félvilágot megfertőzték, illetve kiderült, hogy a SolarWinds segítségével mindenki, aki nagyvállalati környezetben monitorozó szoftvert futtatott, az nagy valószínűséggel backdoort is adott a valakiknek, akik nem tudjuk továbbra sem, hogy kik voltak. Erről hallottunk valamit azóta? Állítólag az oroszoknak a katonai, titkosszolgálati, FSB-s ága áll az egész mögött, kivéve a Trumpot, a Trump szerint a kínaiak voltak, vagy akár a kínaiak is lehettek, de Trump szakértőt leszámítva mindenki más úgy gondolja, hogy az FSB állt ezen tevékenység mögött. Egyébként szívemnek kedves egyébként ez a hack, mert végre egy olyan hackelést láthatunk, ahol a támadók odafigyeltek rendesen az obszekre, tehát hogy valószínűleg elég hamar felismerték, hogy micsoda aranybánya van a kezükben, és azt nem kellene baromi gyorsan elégetni, úgyhogy technikailag nagyon-nagyon sok mindenre odafigyeltek, hogy minél később bukjanak le. És hát szerintem mondjuk az alapvetően hiba volt, hogy mondjuk az egyik nagy
malware kutató IT biztonsági cégnek neki mentek, tehát lehet, hogy ott csúszott el a dolog, hogy most tőlük mit vittek el, vagy mit nem, azt nyilván nem tudjuk. De lényeg a lényeg, hogy nagyon szépen teljesítettek az ott dolgozó kollégák, és valószínűleg nagyobb megbecsülést és érdemrendet kaptak, mint a többi orosz katonai titkosszolgálati akciót vezető különböző csapatvezetők, akik utána a belinketel meg hasonló helyeken hát végezték. Például aki a Navalnyival beszélgetett, például biztos vagyok benne, hogy nem léptet. Tehát ő ki fog maradni az előléptetés sorból. Előléptették Szibériába. Az van, hogy ez sajnos nem vicces. Nem. Egyébként amúgy megjelent most pár napja ez a csodálatos weboldal, amin állítólag hirdetik ennek a SolarWinds-es hacknek a logjait. Erről neked mi a véleményed? Itt ezt már pár helyen a hackes úr is fórumban is linkelték, hogy megjelent, meg azért az elég komoly nyilvánosságot is kapott. Tehát ez mennyire lehet legitim? Vagy neked mi a véleményed róla? Nem figyelte be a csetet, kezeltem. Mi volt a kérdés? Szóval, hogy az oldal, ahol a SolarWinds-es leaket, leaket reklámozzák. Igen. Igen, tehát az... Az mennyire legit. Na igen, ugyebár kapásból mindenki azzal nyitott, hogy semmi olyan információ nincs rajta, ami bizonyítaná azt, hogy a valódi elkövetők rakták össze ezt az oldalt. Időközben megjelent egy új hash az adott oldalon, ami számunkra szintén nem jelent semmit, tehát nekünk továbbra is azt jelenti, hogy nem tudjuk. Hát tudnak hash számolni nagyjából. Igen, vagy random stringet, hexastringet generálni megfelelő hosszúságban, nekünk ennyi új információt ad. Aztán lehet, hogy mondjuk az NSA, vagy a CIA, vagy az akárki az már tudja értelmezni ezt a stringet, vagy akár lehet, hogy a SolarWinds, vagy a FireEye, vagy valakinek volt egy üzenet, akik megértették ebből azt, hogy mi van. Nem tudjuk, de ez biztos. Ja, ami nagyon mókás egyébként, hogy megjelent időközben a solarleak.net nevezetű copypasta oldal, ami minden szempontból megfelel az eredetinek, leszámítva a Monero adresszt, ahova lehet utalni. Ügyes, egészen ügyes. Hát nem túl kifinomult, de... Sajnálatos módon ugyebár a Monero az nem nyomon követhető, úgyhogy nem tudunk jókat szórakozni azon, hogy ki mennyi pénzt utalt tévesen a rossz leak site Monero walletjébe, de mindegy is. Ja Istenem! Igen. Ez zseniális. Úristen, annyira híresek vagyunk, hogy már a spam is megjelent a chatben. Hello! Hát ez fantasztikus. Ó! Oh. Hogy kell moderálnom a csetet? Védarla 0005, hát neked is köszönünk minden. Köszöntünk, szervusz. Hogy kell ezt moderálni, sose tudom. Anyádat. Modview, ez az. Ó, itt jut hatalomhoz, ha rákattintasz, hogy Modview. Igen. És mit csinálunk vele? Block, mod, add friend, block. Úristen, ilyet se csináltunk még. Na, fantasztikus. Hát, ma is többek lettünk ennyivel. Zoli, azt hiszem, hogy megugrottad életed első kimoderált botját a Twitch-en. I feel strong. Így van, az erő veled van. Figyelj, mindig van egy első. Így van. Ja, szóval egyébként ezek a leak-ek azért baromi érdekesek, mert sok szempontból, tehát ugye egyrészt az, hogy lehet őket töltögetni. Tehát én elkezdtem még, amikor volt ez a Collection One nevű leak, ez egy ilyen óvatos 45 gigás targézé, amit letöltesz, tehát szerencsére ez senki nem szídeli, aki 1 kilobájt per szekundumnál nagyobb sávszélességgel akar ennek a közösségnek adózni. Szóval, hogy egy pár hétig eltartott, amíg lekocogott. Csak ugye az volt benne a poén, hogy én nagy lelkesen fogtam, és akkor untalra meg targézével elkezdtem kicsomagolni. És ezek szövegfájlok, amik 45 giga targézébe, tehát nem bölcs, tehát ne így csináljátok, ne legyetek akkora hülyék, mint én, mert gyakorlatilag ez a világ összes vinyóját föl tudja foglalni, tehát sokkal egyszerűbb, hogyha az ember elkezd ebben mondjuk, mit tudom én, zékattal, meg ilyen jóságokkal keresgélni. Csak az a baj, hogy továbbra is az van, hogy mondjuk egy-két e-mail címet megkeresni, azért az nagyon macerás tud lenni, tehát hogy ez így nagyon szexi, hogy az ember letölti, és akkor megnézi, hogy melyik jelszavát törték fel.
De az övös és ez nem triviális, mert egy, továbbra is egy mocskos nagy szénak azabban kell megkeresni a tűt, ami a saját e-mail címe, nyilván, mert ugye a másikére nem keresünk rá. Én a múltkor töltöttem le egy hasonló ilyen leak adatbázist, és fantasztikusan volt megoldva az egész. Letöltöttem egy hatalmas zip fájlt, és a zip fájlban volt több ezer RAR fájl, úgyhogy konkrétan ráadásul valami olyasmi RAR volt, amit nem is tudott nekem, tehát hogy a NAS-ra töltöttem le a cuccokat, viszont a NAS-ra nem tudtam olyan kitömörítőt felheggeszteni, ami a RAR-t tudta volna kezelni, úgyhogy kénytelen voltam áthozni tehát áttölteni az egészet egy külső vinyóra, azt a gépre, közben jött a pizza, úgyhogy most addig folytatja. Jó, Zoli elmesélt, hogy tévedésből egy CTF játékra nevezett be, és azt gondolta, hogy egy leak adatbázis tölt le, és a CTF pályának az volt a lényeg, hogy hányféleképpen lehet még elrontani a zip tömörítést, és hányféle kapcsolóval lehet a RAR-ral is tömöríteni. Nagyon sok van, szerintem egészen pontosan végtelen plusz egy ilyen lehetőség van. Szóval ez egy izgalmas dolog. Egyébként, ha már feljött iskola, legyen némi edukációs értelme is ennek a mai alkalomnak, hogy van ez a haveibeen.net nevű oldal, ami egy zseniális cucc, tehát az ember tényleg be tudja ütni az e-mail címet, és nem kamut, tehát vannak ilyen oldalak, ahol azt ígérik, hogy írsd be a hitelkártya számodat, meg a lejárati dátumot, meg a nevet, és akkor majd megmondjuk, hogy pónolták-e, és akkor teljesen egyértelmű, hogy már igen. Tehát, hogy ez attól, hogy lekérdezted, onnantól kezdve biztos, hogy pónolták. Ez nem olyan, tehát ez legitim és teljesen korrekt, viszont nyilván ugye ez egy tök érdekes dolog, hogy ha már egyszer van egy brutál nagy adatbázis, ami tartalmaz az összes leakhez tartozó dolgot, az esetek túlnyomó részében már bőven elég az, hogy pónolták az adott e-mail címhez tartozó valamelyik jelszót. Tehát amúgy ez egy érdekes dolog, a valamelyik ITBN-en volt is a csóka, aki ezt a haveibeen.com, nem tudom, de valami meg fogjátok találni, hogyha megkeresitek, ezt az oldalt, aki üzemelteti, és ez összességében egy nagyon-nagyon jó szolgáltatás, aminek tökre örülünk, hogy létezik. Mondjuk így, hogy hiánypótló. Közben meg 7 óra 8 van, úgyhogy hamarosan el fogunk kezdeni, még van néhány percünk. Mondjuk ezt egy kicsit tartsunk, hogy nézzük, hányan vagyunk. 34 van. Hát ez csodálatos, de kérlek, nem most. Nem most? Ki nem most. Hát ez nem baj. Van jobb dolgod? Hát az a baj, hogy van. Elsütöttem neked. Köszönöm, Tóli, mindig is mestere voltál a pizzasütésnek. Aztán, hogyha visszajöttél, akkor kezdhetünk is. Oké. Hát ez kis családi. Családi feeling. Na, remek, most egy kicsit bepillantást nyertünk Zoli mindennapjaiba. Csak mondtam a srácoknak, hogy azt akartam kérdezni, hogy ez nem egy CTF pálya volt, ahol valamilyen elbaszott zip encodinggal kellett volna valamit kinyitni? Nem. Na, volt már olyan is, nyilván volt. Volt ilyen CTF, amit szórakoztunk azzal, hogy volt egy file, ami zippel volt becsomagolva, de valami 28 féle parancsoli kapcsolót kellett mögé dobni, hogy ki tud nyitni. Úgyhogy ilyen. Na jó, hát akkor ugorjunk neki. Legyen ez a 2021-es Hacker Suli évadának az első nyitó epizódja. SDR-ezni fogunk. Itt mindjárt meg is fogom nektek mutatni pontosan, mivel fogunk demózni, mert készültünk egy pár demóval, meg van egy pár olyan demók, amiket nyilván nem helyben vettünk fel, hanem egy rádiómatőr engedéllyel rendelkező ismerősünk egy Faraday kalitkába épített garázsban rögzített. Ezt mindjárt meg is fogjuk nektek mutatni, majd csak a vége felé. Szóval, a szoftveresen definiált rádióról lesz szó, tehát SDR, ha esetleg valakit érdekel, tehát nyilván ez egy ilyen kicsit hardware közelibb hack, mint amiről általában szoktunk beszélni, tehát itt azért sok esetben arról van szó, hogy nagyon egyszerűen muszáj vásárolni valamilyen hardveres eszközt ahhoz, hogy tudjunk SDR-es dolgokkal foglalkozni, SDR-es dolgokkal szórakozni. Sajnos ez egy ilyen szükséges dolog, tehát muszáj hardware eszközt vásárolni, tehát ez egy olyan történet,
Viszont én magam részéről nagyon nem bántam meg, hogy beruháztam ebbe a hackerfbe, a valamelyik karácsonyi akcióban sikerült megvásárolni, és megmutatom, hogy mi minden több poén dolgot lehetett vele összehozni. Szóval, Dénetet megkérdeztem, hogy mi az a dolog, amit mindenképpen érdemes lenne elmondani egy ilyen hackersúli, egy ilyen SDR-re foglalkozó alkalmának bevezetőjeként, és annyit kötött a lelkemre, hogy mindenhol akadnak jó barátok. Ha esetleg SDR-ezni van kedvetek, akár úgy, hogy van SDR-etek, akár úgy, hogy csak a beszerzésén gondolkodtak, vagy akár úgy, hogy esetleg még nincsen, csak érdekel, akkor az IRC-nát sdr.hu csatornájában rengeteg kedves ismerőssel tudtak találkozni, akik nagyon szívesen segítenek ebben a dologban. Illetve a Hackerspace Budapestben is rengeteg olyan rádiómatőr tevékenykedik, akik nagyon sok mindent csinálnak SDR-ekkel, meg érdemes követni a Hackerspace-nek az oldalát, ugyanis sok olyan tartalom van, sok olyan dolog kerül fel, ami SDR-rel kapcsolatos. Legutóbb például Dénet követett műholdat a Hámoshatárhegyről a legutóbbi posztolt csatornán. Na, hát ugorjunk neki ennek a mai alkalomnak. A rádió működéséről néhány nagyon egyszerű dolog, tehát ahhoz, hogy a rádiót megértsük, hogy hogyan működik, néhány nagyon egyszerű természettudományos összefüggésre lesz csak szükségünk. Ezek közül induljunk onnét, hogy igazából a két első Maxwell egyenletnek a differenciális alakját tudjuk venni indulásnak. Ez ugyanis a mágneses tér örvénymentességéről szól, tehát ebből nagyon egyszerűen le lehet vezetni mindent. Fénykoromban a Maxwell egyenlet ebből le tudtam vezetni az Ohm-törvényt, de az nagyon régen volt. Éppen ezért most elő kellett vennem a terekjegyzetet, és megkukkantani, hogy is csináltuk ezeket a dolgokat. És ilyen fantasztikus dolgok jöttek szembe, amikkel egyszerűen a mai napig nem értem, hogy lehetett embereknek ezt megtanulni, vizsgálni, és hogyan lehetett mindenféle módokon ezeket a fejükbe túszkolni és levizsgázni belőlük. Szóval ennek örömére találtam egy fantasztikus kis dalocskát, amit még annak idején a évfolyamunkból néhány srác csinált. Ez az idézet, ami leírja a rádióhoz és a rádió megértésére való törekvésemhez való viszonyomat. Itt van a videó, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe. De komolyra fordítva a szót, egyébként a rádió az mondjuk így, hogy az emberiség egyik legnagyobb találmánya, és azért itt most lehet ezzel poénkodni, de azért a kellő tiszteletet azért illik megadni ennek a dolognak. Amit megértettem belőle, és ami igazából rendkívül érdekesé teszi ezt a dolgot, az ez a nagyon egyszerű dolog, amit felírtam. Ígérem, hogy több nyüglődés nem lesz azzal kapcsolatban, hogy konkrétan hogy működik a rádió, és hogyan hat egymásra a váltakozó mágneses tér, meg a térerőség, meg point name vector, meg átolás, még ének ezekről nem fogunk beszélni. Tehát annyi a lényeg, hogy van van egy töltésünk, ami váltakozó elektromos feszültséget generál, akkor az váltakozó mágneses teret kelt maga körül, ez a mágneses tér pedig terjed tova, és a mágneses tér pedig elektromos feszültséget tud indukálni egy arra alkalmas vezetőben. Ez pedig lesz majd az antenna. És az olyan, hogy ez nincs szükség semmilyen közegre. Tehát ugye a hanghullámok terjedéséhez szükség van levegőre, vagy valamilyen rezonátor közegre. Az elektromágneses hullámok pedig magukban is terjednek, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Lényeg az, hogy gyakorlatilag a világűrben is tud terjedni, tehát nem véletlen, hogy a rádiócsillagászat az egy létező dolog, és egy csomó rádiócsillagász figyeli mindenféle rádiós eszközökkel az éjszakai égboltot. Na de, ami számunkra érdekes, az, hogy helyezzük kicsit el azt, hogy mit is fogunk csinálni. Tehát nekem ez az ábra egy kisebb fajta relevációval élt fel, amikor ezt fölfogtam, hogy miről is van szó. Tehát ugye arról szól ez, hogy az elektromágneses spektrumot különféle hullámhosszú hullámokra csoportosítja, és akkor nyilván minél inkább csökken a hullámhossz, annál nagyobb az energiája az adott hullámnak. Tehát ugye a legnagyobb hullámok, amikről jelenleg tudunk, azok a gamma hullámok, tehát azok csillagászati tevékenység, vagy csillagászati események kísérő jelenségei, tehát azok mocskos nagy energiájú hullámok. A fölött van, vagy az alatt nézőpont kérdése a röntgen, az ultraibolya, a látható fény, az infravörös és a rádió hullámoknak a területe. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy
gyakorlatilag ugyanannak az elektromágneses spektrumnak az egy részét azt a szemünk segítségével látható fényként érzékeljük, míg mondjuk a bőrünk segítségével egy tök másik hullámhosszát, egy ugyanannak a dolognak pedig fény, vagy mi ez pedig melegként. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy akkor vajon mennyit is érzékelhetünk a valóságból, ha csak ennyit érzékelünk ebből a folytonos és végtelen elektromágneses spektrumból. Szóval amivel foglalkozni fogunk, az ez a rész, tehát gyakorlatilag ez a rádió hullámoknak a területe. Erről fogunk kicsit bővebben beszélni. Tehát az elektromágneses spektrumnak gyakorlatilag ezzel a részével fogunk a mostani hackersuliban foglalkozni. Beszéljünk kicsit arról, hogy mik az eszközeink, amivel ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ugye vannak a szoftveresen kontrollált rádiók, meg a szoftveresen definiált rádiók. Tehát a szoftver kontrollált rádió, azok ugye klasszikus hardveres rádiók, már amiben van szoftveres komponens, tehát ugye vannak az ős rádiók, amiben semmi szoftver nem volt, tehát gyakorlatilag kondenzátorokkal, erősítőkkel, csövekkel, ilyen olyan elektronikus eszközökkel rakták ki a rádiókat, és akkor ez valahol a rádiózás és a villamosmérnökség közötti határmesdjén egyensúlyozott. Manapság már nem igazán kell hála Jóistennek forrasztani, illetve ilyen jellegű dolgokkal foglalkozni. Szóval a másik dolog pedig az a hardveres rádió területén azok a klasszikus rádiókészülékek, amiket lehet venni a boltban. Tehát ezek nagyrészt szintén full hardveresek, tehát semmilyen programozható vagy szoftveres dolog nincs bennük, tehát van egy hangolható vevőegység, és ez a vevőegység gyakorlatilag meghatározza azt, hogy mire lehet használni az adott rádiókészüléket. Tehát nyilván, hogyha az ember valami profi rádiót akar, tehát hogyha mondjuk valami kis hatótávolságú rádióadóvevőt szeretne mondjuk rendezvényekre, vagy mit tudom én, vannak ilyen tájfutó versenyek, ahol rádiókat használnak. Tehát hogy van rengeteg ilyen hely, ahol mondjuk a mobil eszközök, mobiltelefon, meg a GSM az célszerűtlen lenne, és éppen ezért nagyon sokszor használnak ilyen rádiókészülékeket, amik ilyen kis hatótávolságú, kis teljesítményű adóvevőket használnak. Na most ez a szoftveresen definiált rádió, vagy szoftveres rádió, az azt jelenti, hogy önmagában a vevőegység az semmire nem jó. Tehát, hogy lényegében minden funkció az szoftveresen van megvalósítva. Majd fogok mutatni néhány olyan eszközt, ami ezt tudja. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kütyűt bedugunk az egyik felét egy antennába, a másik felét pedig USB-n keresztül a gépünkbe, és valamilyen számítógépen futó eszköz program segítségével fogjuk tudni használni a rádióadóvevőt. Nézzük azt, hogy milyen hardware eszközöket tudunk használni, tehát ezekből van csillió meg egy. Nagyjából a legolcsóbb az ilyen 40 euró körül indul, tehát ez az RTL SDR nevű tudsz. Erre van is egy projekt, amivel gyakorlatilag ilyen open source drivereket fejlesztenek ehhez az RTL SDR-es kártyához, vagy USB-s eszközhöz. Ennek érdekes a története, ugyanis ez annak idején úgy indult, hogy gyakorlatilag ez egy TV-s tuner kártya volt. Arra volt kitalálva, hogy számítógépen lehessen TV-t nézni, meg földközeli műholdas rádiószórásban rádiót hallgatni. És ahogy szétszették a hardvert, és megnézték a működését, meg a hozzáadott drivereket, rájöttek, hogy ebben az eszközben van egy ilyen monitormódszerű dolog. Most wifi kártyák esetén nyilván ezt monitormódnak neveznénk. Egy ilyen debug mód, amivel gyakorlatilag be lehet kapcsolni azt, hogy ez az eszköz, ez a nyers jel folyamot, azt az USB-n keresztül beadja a számítógépnek, és ezáltal gyakorlatilag egyfajta ilyen hangolható vevőegységként tud működni, és gyakorlatilag azóta is ezt a debug módot használják az RTL SDR-hez adott driverek. Amúgy ez nem egy drága történet, tehát ez 40 euróért lehet venni, az már az, ami ez a szürke fajta. Azt hiszem most, hogy ez a V3, a V1-et is lehet még venni, az pár euróval olcsóbb, de az még kevesebbet tud. Ami közös az összes ilyen RTL SDR-es dologban az, hogy csak vevő, tehát adni nem lehet vele, ettől függetlenül a legtöbb gyakorlati felhasználásra ez is tökéletesen megteszi. A következő dolog, tehát nyilván van jó pár ilyen RTL-es adóvevő egység, amit lehet használni, az a HackerF1 nevű cucc, és ez volt az, ami igazából mainstream-é, meg igazán szexivé tette a szoftver SDR-ezést. És én egy ilyet vásároltam meg, ez gyakorlatilag ilyen 200 euró körüli áron kapható, ezt most meg is mutatom nektek, hogy ez hogy néz ki. Csak kell nekem egy quick time, így van, tehát ott van a
a hekeref, és be van dugva gyakorlatilag egy USB-n keresztül a Mac-be. És az benne nagyon jó, hogy maga az eszköz, az full open source, tehát van hozzá Windows-os, Linux-os driver, van millióféle egyéb olyan dolog, amivel használható, és az HDR-es szoftvereknek a HackRF az a gyakorlatilag a közös nevezője, tehát az, hogyha vásárolsz egy ilyet, akkor gyakorlatilag bármilyen szoftveres eszközt akarsz használni, az szinte biztos, hogy támogatni fogja a HackRF-et. És ez egy baromi jó, baromi kényelmes dolog. A többi eszköznek mondjuk azt, hogy helyenként sporadikus a szoftveres támogatottsága. Egyébként ezt a Michael Osman nevű csóka tervezte, aki a hacker, aki a Hacktivity-n is volt keynote előadó, a legutolsó olyan Hacktivity-n, amit hardveresen lehetett megtartani, tehát ahol ténylegesen oda mentünk és ott voltunk. Szóval ez egy olyan cucc, ami le lehet tölteni a sematikus ábrákat, a kapcsolási rajzot, tehát hogy gyakorlatilag full open source maga a hardware is, és van egy tök nagy közösség, ami HackRF-et hackkel, illetve a HackRF-hez kapcsolódó dolgokat fejlesztik és karban tartják. Tehát amúgy egy baromi jó cucc, tehát hogyha néztek ilyen rádióhackkeléses előadásokat, rádióhackkelés előadásokat, akár Defcon, Black Hat-en, bárhol, akkor jó eséllyel a proof of conceptet azt egy HackRF vonnal rakták össze. Tehát én két projektet találtam most hirtelen, hogy googliztam, ami megragadta a figyelmem. Az egyikben a Teslának a távirányítását sikerült feltörni. Egy régebbi verziójú Tesla szoftverhez tartozó kriptó volt nagyon gyenge. A másikban pedig annyi volt, hogy gyakorlatilag GPS jeleket zavartak, és egy ilyen komplett projektet építettek akkor, hogy hogyan lehet bespoofolni a hardware-es GPS-t olyan értelemben, hogy a világon bárhol meg tudja mondani, hogy hol vagy. Nem tudom, nyilván azt mondja a hardware-es GPS, hogy te ott vagy, ahol igazából lenni akarsz, holott nem is ott vagy. Jó, nézzük akkor, ez volt a hardware-es rész, nézzük akkor a szoftvert. Tehát ugye itt van egy csomó open source dolog, tehát sőt az ilyen SDR-es szoftvereknek a nagy része az, hála jó Istennek, open source, tehát hogy nagyon sok mindent lehet nyílt forráskódú dolgokkal csinálni, és ezek közül ez egyik legélenjáróbb, mondjuk így az SDR-ezés. A legalapvetőbb és legnagyobb ilyen projekt az a GNU Rádió projekt, az a gnuradio.org-ról lehet letölteni. Gyakorlatilag ez mindent is tud, amit szoftveres rádiós dologban el lehet képzelni. De szóval meg fogom mutatni, hogy hogyan néz ki. Gyakorlatilag ez egy ilyen hatalmas nagy üres felület, ahová mindenféle rádiós primitíveket lehet tenni, tehát mit tudom, multiplexereket, összegzőket, modulátorokat, demodulátorokat, kapcsolókat, mindenféle jelfeldolgozó alapeszközöket, és ezzel gyakorlatilag FM rádiótól kezdve az égvilágon mindent meg lehet építeni. Szerencsére ez mondjuk azzal együtt, hogy mindent is meg lehet benne építeni, ezért sok esetben eléggé mondjuk azt, hogy nehézkessé teszi a dolgot, és vannak ilyen készen elkészített SDR alkalmazások, amik ezt az egészet jóval könnyebbé teszik, tehát ilyen például az a GQRX, a Kubik SDR, amit fogok nektek mutatni, meg van egy negyedik projekt, amit felírtam, az URH, az a Universal Radio Hacker nevű cucc, ami mondjuk azt, hogy ez a Wireshark ilyen SDR-es környezetben, ezt majd látni fogjátok, hogy zseniális dolgokat lehet vele csinálni. No, mielőtt elkezdenénk hackerni, vagy mielőtt elkezdenénk SDR-t, meg HackRF-et használni, van néhány dolog, amit muszáj tisztázni, hogy értsétek, hogy mi történik. Egyrészt ugye van egy ilyen dolog, hogy van a jel, amit szeretnénk átvinni, és van az átvitt adás. Tehát tipikusan ezeknek a frekvenciája az nem egyezik meg, tehát mondjuk egy pár kilohertzes jelet szeretnénk, vagy mit tudom, valamilyen zenei jelet, ami ugye 20-20 000 hercig tart, szeretnénk 100 valahány megahertz FM rádió formájában átvinni, és nyilván ugye e között a kettő között a moduláció fogja megteremteni a kapcsolatot. Na most a modulációból alapvetően van sokféle, három olyan dolog van, amit fogok nektek mutatni, és az a jó, hogyha ha egyszer láttátok és fölfogtátok, hogy mi történik, akkor ránézésre meg tudjátok mondani egy jelről, hogy milyen modulációval van, vagy legalábbis jó eséllyel ki tudjátok találni. Tehát ugye van a legegyszerűbb, az AM vagy Amplitude Shift Keying, vagy amplitúdó moduláció, ami annyit jelent, hogy a vívőjelnek az amplitúdóját változtatjuk az átvinni kívánt jel függvényében.
Tehát itt például látunk egy olyat, hogy két jelszint van, van egy alacsony, meg van egy magas, és az alacsony jelszint az gyakorlatilag jelenti a nullát, a magas jelszint pedig az egyet. Tehát, hogy nyilván ugye magyarul ez egy... a kicsi hurka, meg a nagy hurka. Így van. Így van, és ugye ennek van egy olyan verziója, ahol a nulla az annyira kicsi, hogy nulla, tehát hogy amikor kibekapcsolgatjuk gyakorlatilag az adót, ezt on-off keying-nek nevezik, ezt majd látni fogjátok, hogy például a garázsnyitó az pont így működik, amit majd fogunk nézegetni. Aztán van a frekvencia modulációs dolog, vagy frequency shift keying, ami annyit jelent, hogy a vívőjelnek a frekvenciáját módosítjuk a átvinni kívánt jel függvényében, tehát hogy ez egy ilyen jelet fog, egy ilyen eredményt fog adni. Magyarul a lassú hurka és a gyors hurka. Igen, Zoli, te biztos vagy benne, hogy villamos átvitel technikából jelesre. Aztán van a phase shift keying, ami gyakorlatilag annyi történik, hogy itt az átvitt jel függvényében, amikor változás van, akkor gyakorlatilag a jel, nem az átvivő jelnek a frekvenciáját moduláljuk, ugye a fázis szögét moduláljuk, tehát gyakorlatilag van egy ugrás benne, és ebből lehet kivinni. Tehát ez mindegyik megvan, hogy mire jó, meg mire használják, és ha gyakorlati alkalmazásokat keresünk, akkor ezt ott fogjuk tudni megtalálni. Azt meg is fogom nektek mutatni. Jó, na lássunk egy olyat, hogy a rádiót fogunk hallgatni. Első körben ez a klasszikus Hello World SDR-es világban. Viszont mielőtt elindítanám nektek a Cubic SDR-t, és megmutatnám, hogy konkrétan ez hogy is néz ki, itt néhány dolgot mondanék, ami szükséges ahhoz, hogy érthető legyen, hogy mi történik. Tehát van az egésznek egy olyan része, hogy itt van egy hardveres frekvencia, tehát ugye egy hardver eszközt vezérlünk, ami itt jelenleg van HackRF, és ennek ugye van egy belső oszcillátora, ami meghatározza azt, hogy milyen frekvenciára van ráhangolva, mondjuk így. Ettől függetlenül a maga mondjuk egy FM rádió esetében, akkor ugye van a rádió állomásnak mondjuk a frekvenciája, amit szeretnénk hallgatni. Ez nem feltétlenül kell, hogy megegyezzen a hardveres vevőnek a középfrekvenciája, vagy sőt nem is jó az, ha megegyezik. Egész egyszerűen azért, mert a hardveres vevő az egy nagy tartományt tud figyelni, és itt amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk rádiót hallgatni, azaz szeretnénk az audio anyagot hangformájában megjeleníteni a hangszóról, akkor egy demodulációs dolgot fogunk csinálni, ami gyakorlatilag a modulált jelből visszaszedi a hanginformációt, amit rátettek. Nyilván a hanginformáció, az egész modulációnak az az értelme, hogy a modulált jel, tehát ami ilyen 100 MHz fölött van, az nagyon messzire el tud jutni, sokkal messzebbre, mint hogyha ezt nem tennénk meg. Tehát ennek fizikai okai vannak, ebben most nem menjünk bele. De lényeg az, hogy távolra úgy tudunk átvinni jelet, hogyha feltoljuk, egy olyan átvívő jelet használunk, aminek nagyon magas a frekvenciája. No, és akkor ennek az egész demodulációnak van egy sávszínessége, ami majd mindjárt mutatni fogom, hogy mire lesz jó, meg hogy hol van ennek az egésznek jelentősége. Igen, még ennyit el akartam mondani, ezt még muszáj, mielőtt megmutatnám. Tehát ez a rádiót fogunk hallgatni. Ez az FM rádió, ez az SDR-ezésnek a Hello World-je. Tehát ugye az FM rádió az 87,5 meg 108 MHz között van. Ez a világ nagy részén van így, most már a világ szinte teljes tartományában így működik. Régen még, hogyha esetleg régi motorosok vannak közöttünk, mint mondjuk én voltam, és régi rádió volt otthon, akkor amikor volt CCRT, még óírt sávja is, tehát tudta hallgatni a Szovjetunióban szabványosított, meg ugye az utódállamokban, meg ott az érdekszférába tartozó területeken használt alacsonyabb frekvenciákat. Ez manapság már nem használják. Most mindenhol gyakorlatilag ez 87 és 108 MHz közötti sáv van erre használva. Egy rádióadónak tipikusan ilyen 150 kHz a sávszélessége, tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy a rádióadó azon az egy darab, egy darab sávon jön, ami mondjuk mit tudom én, a 100,5, hanem ez gyakorlatilag 100,35 és vagy 100,4 és 100,6 között van a sáv, ami ahhoz a rádióhoz tartozik, de ezt mindjárt meg is fogom nektek mutatni. Tehát elindítjuk a Cubic SDR nevű csodát. Itt mindjárt kiválasztjuk
a Hacker F-et, és elindítjuk, és akkor mondjuk a 100,8-as rádióra, hogyha rá kattintunk, és éppen FM rádiót hallgatunk. Ez kevés béretseg, mint a te hangszórót. Amúgy igen. Ez csodálatos dolog ez a hangszóró. Tehát ez egész jó hangminőségét lehet vele elérni. Na most egy picit lehalkítjuk a Dankó rádiót, és annyi történik majd, hogy elkezdem csökkenteni ezt a sávszélességet, tehát látjuk azt ezen a waterfall diagramon, ami itt látjuk, hogy ez a rádió adó, ez igazából ezen a frekvencia sávon ad, tehát itt van neki a hasznos információja. Tehát ez a 100,8, az gyakorlatilag a közép frekvenciáját jelenti ennek a rádióadónak, és a környezetében pedig 70, ilyen 1-1, vagy ilyen 75 százalékban van az adó ebben a sávban, amit most veszünk. Tehát most a 20 000, vagy 200 kHz az annyit jelent, hogy erre is 100, meg erre is 100, tehát 1/10 MHz jobbra is balra is. Tehát ha elkezdem csökkenteni, akkor figyeljétek, hogy mi történik a hanggal. És minek a szürke innékem, majd reményesen nagy és meghallgathatjuk a Katossággal zenekarban. Na, tehát látjuk azt, hogy ahogy lecsökkentettem a sávszélességet, tehát ugye a jelből már nem tudja fölépíteni a demodulációval a vevő ezt a hanginformációt, amit rátettek, és ugye elkezdem, ugye látjuk itt alul, ezen a részen, hogy itt elkezdett növekedni ez a sáv, ahol mutatja nekem a Cubic, hogy mekkora sávot figyel most, és ez az FM rádiónak az óriási előnye, hogy nagyon jól tűri a nagyon szerintem ennyi ebből elég is lesz. Tehát nagyon jól tűri a különféle jeltorzulásokat. Tehát még viszonylag szűk sávon is egészen elfogadható hangminőséget generál. És nyilván ugye ez az egyik legnagyobb előnye az ilyen FM rádióadóknak, ezért is használják most őket nagyon. Nem csak ez az egyfajta van. Régebben voltak AMS vagy amplitúdó modulált rádióadók is. Ezeket majd meg fogom nektek mutatni, hogy hol használják másként. Tehát ez a dolog, ez volt a Hello World-je gyakorlatilag az SDR-ezésnek, de van egyébként még egy csomó más vevő, tehát van például ez a GQRX nevű csoda, ami gyakorlatilag pontosan ugyanazt tudja, mint a Cubic SDR. Mondjuk ezt, hát mondjuk hangoljuk 100 MHz-re. Hát igen, ezek a most éppen kifogyott a GQRX, ezt most akkor ne erőltessük. Tehát ez az SDR-ezésnek az egyik csodája, meg az open source eszközök az egyik csodája, hogy hát valamikor nem a világ legstabilabb eszközeiről beszélünk, tehát majd igyekszem nektek megmutatni a GNU rádiónak, van egy ilyen webes front, vagy ilyen webes, van egy ilyen nagyon szép QT-s frontendje, az sem a világ legstabilabb eszköze, ettől függetlenül nagyon csoda dolgokat lehet vele csinálni. Na menjünk tovább. Tehát ha egy FM rádió nézünk, akkor ugye a Cubic SDR vagy a GQRX is nagyon aranyosan segít azzal, hogy ezeket a klasszikus rádiós eszközöket, meg rádiós felhasználásokat, meg use case-eket, ezeket készen implementálják. Ha viszont kézzel akarnánk megépíteni egy FM rádiót, akkor annak ezekből a blokkokból lehet megépíteni. Tehát ez gyakorlatilag fönn van a GitHub-on, le lehet tölteni egy csomó ilyen példa alkalmazást, amit gyakorlatilag be lehet húzni a GNU rádióba, és a emberen indítja, és akkor gyakorlatilag meg is tudja valósítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy látjuk, hogy ezek klasszikus ilyen jelfeldolgozós primitívek, tehát ilyen szemperek, filterek, szűrők, mindenféle demodulátorok, stb. Tehát ez már igazán olyasmi, amit hogyha az ember szeretne benne elveszni, akkor végtelen sok időt el lehet ezzel szöszölni. No de, akkor mutatok még valamit, ami hasznos lehet. Tehát mondjuk ezt, látjuk a learmassuk. Akkor mondjuk, megmutatom nektek ezt a GNU Radio Companion nevű csodát. Ez is egy open source kütyű, ez egy jó ideig nem volt elérhető Mac-re, illetve a Mac portra lehetett föltenni. Most már, hála jó Istennek, benne van a Homebrew-ban. És most imádkozunk, hogy ne
crasheljen el, ugyanis ez többször crashelt, mint nem. Tehát ugye nyilván ez egy olyan cucc, amivel meg tudjuk csinálni a jelláncot, ami a antennától addig tart, ameddig mi akarjuk. Ennek elsőképpen mondjuk én fogok egy Osmocom source-ot, ami Osmocom a neve ennek a drivernek, amivel a hackerefet meg lehet hajtani, és ide rakunk egy szinket, ami mondjuk legyen egy egészen egyszerű ilyen monitorozó instrumentum. Itt most nagyon fontos, hogy hová kattintunk, milyen sorrendben, ugyanis először így rá kell kattintani az in részére ennek a szinknek, és utána az útjára a source-nak. Ha enélkül kattintok a source-ra, akkor reprodukálhatóan összekresseli magát a GNU Radio Companion. Ez nekem körülbelül 2 napig tartott, amire kidibágoltam, hogy mi a baja. Úgyhogy ezt most megpróbáljuk elindítani. Tehát így van. Ez itt elindul. És itt is kapunk egy nagyon szép frekvencia képet, tehát ez kb. Pontosan ugyanaz, mint amit az előbb láttunk, csak mondjuk az egy kicsit hikomatosabb olyan szempontból, hogy nincsenek ilyen szépen megcsinálva a frekvencia osztások. Meg lehet ezt így csinálni, tehát lehet itt a widgetekkel lehátszani. Tehát ez a 100.8 itt az a rádióadó, amit az előbb néztünk. Aztán ugye, ha megnézzük, akkor vannak itt az SDR-ezésnek ezek a klasszikus kijelző, vagy monitorozó eszközei. Tehát például ez a vízesi diagram, vagy waterfall diagramnak nevezett történet, ami így telik az idő, és a jelek időbeli lefolyását, illetve a jeleknek az időbeli intenzitását lehet egész pontosan nézni. Aztán van egy ilyen time domain display, ahol nyilván most nagy rész zajt látunk, meg van ez a constellation display, ami megint valami teljesen más. Én nagyon szívesen Fourier transformálnám ezt a vízesés diagramot. Hát igen. Ő a GNU Radio Companion, tehát rengeteg dolgot lehet ezzel csinálni. Mutatok majd a előadás végén pár képet, amit én szórakoztam vele. Tényleg csoda dolgokat lehet vele összehozni. Na de beszéljünk kicsit arról, hogy is néz ki ez a rádiózás a gyakorlatban. Tehát először is ugye van egy olyan dolog, hogy a spektrum, amit használ az SDR is, meg gyakorlatilag mindenki, aki elektromágneses hullámokkal dolgozik, ez egy osztott közeg. Tehát ennek megfelelően nagyon szigorúan meg vannak határozva a frekvenciasávok, ahol lehet forgalmazni, meg ahol tilos. Megvan az is, hogy ki adhat, milyen adóteljesítménnyel és milyen formátumban. Tehát erről van egy egészen korrekt összeírás, a Magyar Országgyűlésnek a honlapjára le lehet tölteni. Ezzel a rendelettel gyakorlatilag megvan az, hogy mi mindent lehet csinálni. Ami a számunkra nagyon érdekes, ez egy tényleg több száz oldalas doksi, ami most így, ha egy szlájdot kéne mindenképpen mondanom róla, az, hogy ne legyél hülye. Tehát itt a spektrumban vannak olyan frekvenciák, amik olyan szerepet töltenek, mint a 112 a telefonszámok között, az pedig az ember azért gyerekkorában megtanulja, hogy nem hívogatja csak úgy. Tehát itt a 121,5 MHz, ez 2009-ig volt, sok helyen most is használják, illetve a 406 MHz, ami 2009-től, és a katonai 243 MHz, ezek ilyen segélyhívó frekvenciák. Ezek a nemzetközi gyakorlatban el vannak terjedve, tehát ez most már a világ nagy részén ez a lokális 112, tehát hajózási, meg mindenféle avionikai rádiókban ezek bele vannak égetve. Kis, apró színes, hogyha esetleg repülnél valamilyen kismotoros géppel, és nagyon eltévednél, és átmennél egy másik országba, akkor a mögötted lévő sugárhajtású elfogó vadászok azok ezen a frekvencián fognak hívni. Tehát ez egy ilyen megszokott dolog, tehát ezt lehet tudni. Egyébként apró érdekesség, hogy ezeket műholdakkal is figyelik, tehát ugye a rádió adás az nem kell, hogy több száz kilométerre elhaladszon, tehát amikor az óceán közepén valaki segélyhívó frekvenciát működtet, hogy ezen próbál forgalmazni, akkor ugye nyilván, hogyha több száz kilométeres körzetben nincs senki körülötte, akkor az eléggé esélytelen. De ezzel nincsen gond, mert rengeteg műhold van, ami figyeli ezeket a frekvenciákat, és ezeket tovább is relayezik az adott állomásokra. Tehát azért raktam ki ezt a Breitling Emergency modellt, amit láttuk itt a jobb oldalon, hogy ebben van egy beépített rádió, ezt az alsó, de nem a korona részt, hanem azt a nagyobb bumszlit, ami az oldalából kilóg,
azt az ember kitekeri, kihúzza gyakorlatilag egy ilyen vékony acéldrót, vagy hát valamilyen ötvözetből készült drótot tud kihúzni, és hogyha ezt kitekeri, akkor elkezdi gyakorlatilag az óra adni ezen a vész frekvencián a vészjelzést. Most nyilván, hogyha az ember vásárol egy ilyet a Breitling butikban, akkor aláír egy olyan papírt is, hogy mivel egy aktív rádióadót is vásárol az órával, hogy minden anyagi vonzatát viselni fogja a mentésnek, ami ezzel jár. Hát nyilván ez egy érdekes dolog, tehát 6 gurigát kicsengetsz egy ilyen órára, ez igazából eltöpülhet amellett, hogy a költsége annak, hogy mondjuk az Alpok tetejéről leszedjenek helikopterrel. De hát ez az egy más kérdés. Tehát, hogy... Bocsánat, időközben érkezett egy értelmes és egy értelmetlen kérdésünk. Az értelmes kérdés, hogy a kompaniumban van-e olyan doboz, amivel dekriptálni lehet az adatfolyamot? Én nem tudok róla, hogy lenne, de lehet csomó plugint bereszelni hozzá, tehát hogyha önmagában nem is tud, van egy API-ja gyakorlatilag, amivel ilyen floating point számol, ez egy Python-os cucc, tehát hogyha van kedved, nem tudom ki írta, akkor lehet ezzel foglalkozni. Én mindazonáltal lebeszélnének arról, hogy ezzel próbálkozz, egész egyszerűen azért, mert a GNU rádió önmagában sem egy industriális megbízhatóságú dolog, és én még nem terhelném azzal, hogy real-time mindenféle kriptós műveletet csinálnék vele. Ettől függetlenül a projektnek egy nagyon szép dolog lehet, de egyébként a jó ír az az, hogy van Python-os API a hackerhez is, meg a legtöbb ilyen SDR-es dologhoz is, meg a GNU rádióhoz is, és azzal lehet mindenféle ilyen kriptós műveleteket csinálni. És mi volt az értelmetlen kérdés? Vagy ez volt az értelmetlen? Ez volt az értelmes, az értelmetlen kérdés Barnától érkezett. Ezen a frekvencián felhívhatom a grippeneket, ha magányosnak érzem magam, kérdőjel. Igen, Barna, és meg fogom mutatni a frekvenciákat, ahol vissza is tud szólni a reptéri irányítóknak, hogyha nem tetszik a műsor. De ezt nem tőlem hallottad. Tehát ilyet nem csinálsz. Tehát ne legyél kretén, ne legyél hülye. Na, de ha már szóba jött a repülés, akkor ugye az SDR-ezésnek az egyik ilyen nagyon vonzó terület, én legalábbis erre cuppantam rá első körben, az az, hogy lehet hallgatni a légiforgalmi frekvenciákat, illetve lehet hallgatni azt, hogy a repülőket irányítják a felhívó adótoronyból. Most nyilván ugye ez egy érdekes dolog, hogy attól függ, hogy hol laksz Pesten, tehát hogyha mondjuk a Árpád híd körül próbálod, oda már nem nagyon hallatszik, de mondjuk Vecsésen, meg mondjuk Kispesten ott még tök jól lehet fogni a reptéri rádiót. Egyébként, ha érdekelnek valakit az, hogy hol vannak ezek a légiforgalmi frekvenciák, mert nyilván egy csomó egyéb frekvencia is van, tehát hogyha nem megnézi ezt a honlapot, amit itt PDF-et, amit az előbb mutattam, ott nem csak a légiforgalmi frekvenciák vannak leírva, hanem minden olyan frekvencia, vagy minden olyan entitás, ami frekvencia engedéllyel rendelkezik Magyarországon. Tehát ez azt jelenti, hogy az összes taxi, az összes rádióállomás vészhelyzeti frekvenciák, meg egy csomó, tehát ezt most nem akarom végigmondani, mert tényleg több száz oldalas doksiról van szó, ezt mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hol található. Igen, megpróbálok kijutni ebből a képernyőből. És ezt meg is mutatom nektek, hogy hol van. Ez az. Ez a magyar közlönynek a vonatkozó oldala, és itt gyakorlatilag, hogyha az ember ide elteker, akkor itt sok száz oldalon keresztül tudja nézni, hogy milyen frekvenciák vannak, és milyen frekvencia kihez tartozik, és milyen jellegű forgalom engedélyezett ott. Na most csak úgy érzékeltessem, hogy ez mennyire kurva nagy, ez az általunk ismert összes FM rádióadó. Ennyi. Tehát, hogy ez egy 200 oldalas doksi, mondjuk jó az ereje az rizsa, mondjuk ilyen effektíve 150 oldalnyi frekvencia leírás van benne, ebből ez a körülbelül félhasábos rész az FM rádió. És rengeteg dolog van, tehát csak ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy a világ az hatalmas odaként, és jóval több dolog van, mint az, hogy lehet hallgatni a Dankó rádiót. Egyébként, ami még érdekes tud lenni, az az, hogy a műholdak, és konkrétan mondjuk az ISS-hez is van egy olyan oldal, ahol rendszeresen megvan adva, hogy milyen frekvencián ad, és milyen modulációval, tehát hogy kell beállítanod a vevődet, hogyha fogni akarod. Megint csak azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a Hackerspace-nek a Facebook oldalát, ott szerintem még viszonylag
friss az a videó, ahol Dénet gyakorlatilag egy ISS-ról érkező rádióadás demodulál, illetve egy képet adnak az ISS-ról, és azt nézik meg. Egyébként, ha már szóba kerültek a légiforgalmi irányításnak a dolgai, nem kell ám SDL ahhoz, hogy hallgassátok a reptéri rádióadóknak a dolgait, tehát egész egyszerűen annyi történik, hogy ember fogja a flight radart, hát nem tudom, hogy van egyáltalán most forgalom Pest környékén, ami repülőgép, hát ez a nagy büdös semmi, tehát senki nem megy sehol, tehát nagyjából még ő megy valahonnét valahova, de ő nem tudom hová megy, tök mindegy. Lényeg az, hogy a liveatc.net-en lehet hallgatni a különféle repülőterekhez tartozó, meg különféle országokhoz tartozó légiforgalmi frekvenciákat online is, tehát ez egy tök jó dolog, tehát ezzel lehet foglalkozni. Iszonyat hangulatos tud lenni, hogyha valaki erre rá van kattanva. Meg a másik dolog, ami ilyen nagyon vicces dolog, hogy ki lehet menni Ferihegy mellett, a reptér mellett van egy Spotter Dome nevű helyezben, és van a Google Maps-ben, hogyha rákerestek. És ez egy ilyen tök vicces dolog, ez tényleg egy ilyen dzsumbújban vágott kis domb, ami van egy pad, le lehet ülni, és lehet nézni, hogy szállnak le a repülők, és akkor az ember oda kimegy egy hacker fel, akkor ott tök jól lehet figyelni, hogy milyen rádióadás zajlik a reptéri irányítók és a leszálló repülők között. Nem tudom, én erre nagyon rá voltam kattam egy időben, még sokszor kimentem oda, amikor még új volt a hacker és akkor hallgattam, hogy mi történik. Aztán a másik dolog, ami nekem nagyon megragadta a fantáziámat, ezek a number station-ök, amik gyakorlatilag annyi történik, hogy gyakorlatilag ezen a rádióadón egy ilyen valamilyen hang számokat olvas be. De többféle van, ahol nincs beszéd, csak valamilyen pittyegés, van, ahol van beszéd, van, ahol csak egy mondatot ismételgetnek, tehát többféle van erre érdemes, egyébként rákeresni, hogyha esetleg valakit érdekel, és akkor a konkrét frekvenciákkal megvan, hogy hol lehet ezeket fogni. És a Darknet Diaries-ben volt egy interjú egy csávóval, aki egy KGB-s kém volt az Amerikai Egyesült Államokban a 70-es években, és akkor ő mondta, hogy ő mesélte arról, hogy nekik a standard működés része volt az, hogy egy ilyen number station-be belehallgattak, tehát ugye az volt az előny, hogy ezeket akár a Oroszországból is lehetett szórni ezt a rádióadást, és Amerikában is lehetett fogni. És akkor ugye az volt benne a lényeg, hogy ezeket a rádióadásokat nem lehetett tudni, hogy ki fogja, ugyanis mondjuk több száz négyzetkilométeren keresztül bárki behangolta a rádióját, az bele tudott hallgatni. És az volt az egésznek a lényege, hogy ha valamilyen titkosított üzenet érkezett, akkor ezek a number station számok, ezek föl voltak használva valamilyen módon az üzenetnek a kinyitásában. Tehát, hogy ez egy ilyen tök jó dolog volt, hogy ezt nem kellett magukkal vinnie a kémeknek, tehát ez nem kellett leírni egy papírra a kulcsot, hanem egyszerűen csak behangolták a rádiójukat a megfelelő number station-re, és akkor utána tudták használni. Aztán van egy ilyen number station, ami a rossz nyelvek szerint ez egy ilyen dead man switch, ezt nem tudom magyarul, hogy mondják, ami egészen a hidegháború elejétől kezdve minden mai napig ad, valahol Szentpétervár mellett van az egyik legkéresebb ilyen number station-nek a rádió adója, igalmatlan adó teljesítményen ad az egész világon. Hát ezt a mai napig nem tudják, hogy ki adja és hogy miért. Vannak spekulációk, amik szerint, hát ez gyakorlatilag egy olyan kapcsoló, ami is Oroszországot atomtámadás éri, akkor ezt lekapcsolják és automatikusan elindulnak a nukleáris ellenrakéták. Hasonlóan, mint a Dr. Strangelove-ban. Nem tudjuk. Hát reméljük, hogy nem. Vagy hát a fene tudja. No. Időközben újabb kérdés érkezett, de meg is válaszolták. Kérdés, műholdakat is lehet-e így trekkelni, és a válasz az Orbitron nevű program erről esetleg. Erre viszont meg én nem hallottam, ezt majd megnézem. Nyilván mondom, hogy nagyon nem vagyok benne ebben a dologban, tehát ez egy tök jó. Azt tudom, hogy lehet trekkelni, de a programot magát nem ismerem. Tehát ugye nyilván az ISS sok szempontból jó, hogy ott ugye van egy konkrét gyűjtő oldal, ahol megvan, hogy az ISS éppen hol halad át, és milyen frekvencián ad, milyen modulációval, tehát ott rádiómatőrökbe tudják hangolni. Na, akkor térjünk rá arra, hogy hackeljünk rádióval, hogy ezek hogy működnek. Tehát, hogy például mik azok, amik használnak rádiót túl azon, hogy az FM rádió hogy működik. Tehát ezek közül van millió dolog, ami használ, tehát van távadók, tehát garázsnyitók, LED falas távirányítók,
ilyen okos szenzorok, akkor babafigyelők, mit tudom én, ilyen játékautók, stb. Ezek is ilyen rádióadókkal működnek, és a távirányítós autókulcsok is ezen a frekvencián működnek. Én ezt, Zoli, be tudod nekem hozni a Sluice kulcsomat? Mert azt meg is fogom mutatni, hogy hogy működik, csak azt ügyesen kihagytam. Szóval ez úgy néz ki, hogy első körben, mondjuk nézzük meg az autókulcsokat, tehát ugye az autóknak a, köszönöm szépen, az autóknak a kulcsai, meg ugye egyáltalán bármi, ami rádiófrekvenciás adóvevőt használ, az meg van rendkívül szigorúan határozva, hogy milyen frekvencián és milyen adóteljesítményen adhat, tehát ezek ilyen nagyon kis hatótávolságú dolgok, tehát ilyen pár tíz méter a hatótávja. Ettől függetlenül a Amerikában, ugye ott más jellegű szabályozás van, mint Európában, tehát Amerikában az amerikai modell, amerikai piacra gyártott modelleknél 315 MHz az a frekvencia, ahol a legtöbb autó kulcs működik. Európában, meg ugye a világ többi részén ez a két jellemző sáv van. Van a 433,9 meg a 868 MHz. Ezt most meg is mutatom nektek, hogy erre a vonatkozó szabályozás micsoda. Tehát ez 433 MHz, mindjárt megkeresünk, 406, tehát az ez. Ez az amatőr rádiózás, aktív műholdas, illetve általános alkalmazású távirányító, riasztó, adatátviteli kis hatótávolságú eszközök. Tehát ez továbbra is egy ekkora kis bejegyzés az egész spektrumban, és a 838 MHz-hez is valami hasonló, vagy 868 MHz-hez is összesen ennyi van, és még ezek kívül is rengeteg dolog van a világon, és érdemes hangolgatni a rádiót és figyelni. No, megmutatom nektek, ezt a kulcsot fogjuk megnézni, hogy hogy működik. Nézzük meg pár dolgot, ami ilyen rádió frekvenciával működik. Igen, sikerült levennem a kulcsot. Tehát, itt van a kocsimnak a kulcsa, ez lesz az egyik dolog, amit fogunk nézni. Ez pedig egy ilyen régi Rissrossz távirányító. Ezeket most mindjárt meg is fogjuk nézni, milyen jeleket adnak ki. Lássuk először is, lássuk mondjuk a garázsnyitót, mert az egyszerűbb lesz első körben. Ehhez ezt az URH nevű dolgot fogom használni, ami nem az ultrarövid hullám, hanem az Universal Radio Hacker nevű dolognak a rövidítése. És ez egy zseniális tuszter, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint a Wireshark rádiójelekhez. Tehát elképesztően sok olyan dolgot tud, ami én nem olyan rég találtam erre a lapra rá, de előtte gyakorlatilag azon könyörögtem, hogy Istenem, bárcsak valaki megírta volna a vonatkozó GNU rádió plugineket, amivel ilyeneket lehet csinálni, hogy nem csak az adott jelet lehet, mint hullámformát nézegetni, hanem mondjuk dekódolni, meg mindenféle olyan dolgot is lehessen csinálni, hogy anélkül tudnék csinálni, hogy tudom, hogy mit csinálok. Ami egy kezdő hacker esetében egy rendkívül fontos szempont. Na, hát lássuk is, hogy ez hogy működik. Mondjuk azt, hogy első körben azt mondjuk, hogy én tudom, hogy ez a vevő, ez a 433 MHz, vagy 433,9 MHz-en ad. Egész egyszerűen azért, mert a garázsnyitók, meg a távadók, meg mit tudom, ilyen otthoni cuccok, amiket lehet venni, ezek mind ezen a frekvencián működnek, és egy ilyen standardizált kódolással. Tehát az a jó, hogyha veszed egy garázsnyitó motort, vagy egy garázsnyitó vevőt, vevőegységet, akkor ez bármelyik ilyen nyitóboltban kapható távirányítóval lehet irányítani. És nem kell összehangolni őket. Megtanítani meg kell, de mondjuk összehangolni a vevőiket nem kell, mert az már alapból megvan. Na, nézzük akkor mondjuk először azt, hogy mondjuk nem is ezt fogom csinálni, hanem mondjuk elindítom ezt a spektrum analizátort. Elindítjuk, tehát itt most, hogyha megnyomom a rádiónak az adóvevőjét, akkor látjuk azt, hogy itt gyakorlatilag jön az adás, és amikor nyomom, akkor jön, amikor meg... Csak nem raktad ki a QuickTime-ot a displayedre. Ja, az egy teljesen jogos, látod? Na, tehát amikor nyomom, akkor jön. Tehát ez ennyi. Tehát ez 433,9 MHz-en ad. A kocsi kulcsom, azt pedig tudom, hogy ez meg a 868 MHz-en fog adni. Azt mindjárt megnézzük. Azt névünk,
és azt megnyomom, az meg egy... Látjuk, hogy itt kapásból, ha megnézzük a két jel alakot, itt két csúcsot látunk. Előzőben egyet láttunk, ez ugye azt jelenti, hogy ez frekvencia shifteléses encoding, vagy mi ez, modulációt használ, a garázsnyitó pedig sima amplitúdó modulációt. Ezek azok a dolgok, amiket így ránézésre meg lehet mondani. No, ez tök jó, de mi van akkor, hogyha én szeretném rögzíteni, vagy megnézni, hogy konkrétan mi az, amit ezek a távolók, vagy ezek a rádiófrekvenciás dolgok kiadnak. Tehát nézzük mondjuk először a garázsnyitómat. Ez úgy fog kinézni, hogy azt mondjuk, hogy rekordoljuk ezt a szignált. Miért? Mi ez? Mi? Nem. Ez 33,92 MHz. Jó, ezt elindítjuk. És akkor megnyomom. Itt van, nagyon fura dolog történt, mert nyilván hülyeséget csináltam. Megint nem raktad ki a... Nem, az nem baj, mert ez nem tizedes pontot, hanem tizedes veszőt használ, és nyilván dobott a háttérben a Python egy exception-t. De most már jó lesz. Így van. Igen, és ha megnyomom, akkor látjuk azt, hogy itt jön a jel. Tehát háromszor megnyomtam, és akkor háromszor jött ez a jel. Ezt most leállítom. És ez igazából, na, törüljük ki az előzőt, mert az nem volt szép. Na, csináljuk még egyszer a felvételt. Tehát elindítjuk a startot. Megnyomtam a gombot. Szuper. Döglődik szerencsétlenben az elem, azért látunk ekkora változásokat itt a jelben. Na, és hogyha belezoomolunk, akkor látjuk azt, hogy ez a jel, ez gyakorlatilag, hogyha így belemegyünk, akkor kibekapcsolgatja a vevőt, vagy az adó frekvencián. Tehát ugye az van, hogy ez gyakorlatilag ez a legalapabb amplitúdó moduláció, amit tudunk használni. Tehát most mondjuk azt, hogy elmentjük. Mondjuk tegyük ezt ki ide a desktopra. Ezt becsukjuk, és akkor ugye behúzta magába az analizátor, vagy interpretation ablakba. És ebben az a zseniális, hogy én ezt nagyon-nagyon hiányoltam a GNU rádióból, hogy gyakorlatilag ő megpróbálja, tehát felismeri, megsejti, hogy ez egy valószínűleg amplitúdó modulációval készült jel. Kicsit belenagyítunk. Akkor látjuk azt, hogy gyakorlatilag ő ügyesen így megmutatja, hogy ez 4 darab egyes, ez a nulla, ez megint egy egyes, ez megint 2 darab nulla, ez megint egy egyes, ez megint 2 darab nulla lesz, egyes, 0-0, 1-0-0, stb. Látjuk azt, hogy gyakorlatilag így jön ki a modulált jel. Tehát gyakorlatilag fizikailag ezt veszi a rádiónk. És hogyha ezt most kicsit átrakjuk, mondjuk akkor hexába akarjuk nézni, akkor látjuk, hogy olyan nagyon azért nem meglepő a dolog, ugyanis ez a kis távnyitó, ez a modell, tehát mutatom, tehát ő, ez a fajta távnyitó, ez egy nagyon buta eszköz, ugyanis ő összesen annyit csinál, hogy ő tudja a nevét, és ő folyamatosan azt kiabálja, tehát ezt elnevezte egy nagyon kedves kriptós ismerősöm, Szezám tárulja autentikációs protokollnak, vagy autorizációs protokollnak, ami azt jelenti, hogy ha ezt a jelsorozatot valamilyen távadó kiadja, akkor nyilván a vevő az nem tudja megmondani a különbséget, tehát összesen ennyit érzek el a távadóból. Akkor, amikor összetanítjuk a garázsnyitó motorjának a vevőjét, illetve a távadót, akkor gyakorlatilag azt tanítjuk meg a vevőnek, hogy ő erre a bit füzérre figyeljen. Hogyha ezt hallja, akkor csinálhatja a dolgát. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy meglepetés kontesztet hirdetni. Aki megtalálja Zsombor garázsát fizikailag, hol van, és ezzel a jellel sikerül kinyitni a garázst, akkor egy Tesla nyeremény autó várja. A garázsban. A garázsban. Igen. Direkt figyeltem rá, hogy ez okon már nincs betanítva. Ez volt, amikor ezzel használtuk a garázst, már nincs betanítva. Tehát ez már nem működik. Na, de ami érdekes, az ugye, azt meg akarom én nektek mutatni, ezt a Universal Radio Hackert, ez egy iszonyat jó cucc,
Ugyanis itt jön a varázslás rész, tehát itt azért ez nem egy bonyolult protokoll, tehát hogy azért ezt látjuk, hogy annyira nem, tehát azért, nem, azért ez nem egy enigma, ami itt van. Viszont az a jó, hogy amikor kicsit bonyolultabb rádiós protokollt akarunk analizálni, akkor itt nagyon jól meg lehet csinálni magát az analízist, és az a jó benne, hogy itt már egészen jól lehet felcímkézni, meg mindenféle olyan dolgot csinálni ezzel az üzenettel, ami hatékonyá teszi a munkát. Ez egy baromi jó cucc. Na, akkor nézzük az autónak a kulcsát, hogy az mit csinál. Ugye nyilván ugye ez egy kicsit bonyolultabb dolog, tehát a régi, mert nagyon-nagyon régi autóknak, tehát mondjuk mit tudom, ez ilyen 2000-es évek legeleje, amikor ez a technológia még nagyon új volt, és ez iszonyat trúvály volt, hogy ki lehetett nyitni a kocsit, a távirányítóval, ugye kulcsa, akkor sok autóban ennyire egyszerű volt a protokoll, tehát nem volt se ugrókulcs, se kriptó, semmi vacak. Tehát annyi volt, hogy az autó pontosan úgy működött, mint a garázsnyitó, hogyha hallotta a nevét, akkor kinyílt, és akkor ugye akkor volt ez a dolog, ez működött, hogy az ember leszni, kedves autótól vagy leszni fel te a kulcsnak a kódját, és akkor utána azzal vissza tudta játszani. Ez nyilván az ugrókódos autónyitók korában ez már nem pálya. Na lássuk. 868 MHz. Induljunk el. És nyomom a gombat, és akkor tütütütüt. Látjuk, hogy ez... Ha bele zoomolunk ebbe a jelbe, akkor már látjuk, hogy ez azért kicsit más jellegű, mint a... Kicsit megnyújtjuk. Tehát, hogyha bele... Hát, igen, ez is open source software, tehát nem a legtökéletesebb, hanem fura bugokat tartalmaz. Szóval, hogy ez egy másik dolog, tehát ez más jellegű moduláció, bocsánat, csak ezt a szót kerestem. Na, hogyha ezt most úgy elmentjük, mondjuk ezt tegyük ide a desktopra. Jó, azt mondjuk, hogy clear, ezt becsukjuk. Igen, hát igen, ez az, amikor kifagy, ha embernek a teszteszköze, ezzel semmi gond nincs. Már elmentettük a jelet. Azt mondjuk, hogy és akkor ebben a kontesztben hány lóerős piros minit lehet nyerni? Hát 185, egyébként eladó a mini, tehát hogyha esetleg valaki szeretné, hogy egy ilyen kulcsa legyen, akkor autót is adok hozzá. Ez az 868-os. Reméljük, hogy... Oké. Okay. Hát igen, ez az, amikor a... Istenem, csinálom, hogy még egyszer. Ezt most csak azért is megcsinálom. Jó. 868 MHz. Save. Oké, ezt most elmentjük. Azt mondjuk, hogy clear. Becsukjuk. Hát ez nem akarja az igazat, mindegy. Felmentetted, akkor nem tudod. Nem, az a baj, hogy ilyenkor gyakorlatilag nem tudja visszanyitni, mert gondolom mentés közben valami elcsesződik, tehát megpróbáltam megnyitni, de megint nem fogja tudni. Tehát, na fussunk még egyet, ez volt a második. És nem. Ok. Nem. Nem. Sajnos ez egy ilyen műfaj. Bocs. A rádióhekkelős hekkel hétköznapjában is betekintést nyerhettek. Na, térjünk vissza kicsit oda, hogy jó, ez tök jó, meg de hogy honnét lehet megtudni, hogy melyik, vagy mi forgalmaz, mert általában ez szokott lenni a leggyakoribb kérdés, hogy jó, értem én, hogy valahol behangolom a levőt, és akkor az ott tök jó mutatja, hogy milyen protokoll, vagy milyen jelsorozat jön ki, de onnan a feléből fogom tudni. Hát ez egyrészt azt, hogy tudom, hogy ezen működik a legtöbb dolog, tehát ugye tudom, hogy van ez a két sár, ahol törvényileg forgalmazhatnak ezek a távadók, vagy távnyitók, van még pár ilyen, ezeket neten ki vannak gyűjtve, tehát szerencsére nem kell végigpászálni az egész spektrumot, ugyanis ha valamilyen más frekvencián adnának, akkor nem engednék őket forgalomba hozni, és kereskedelemben nem lennének kaphatók. Lenne még időkörben néhány kérdés, körülbelül innen indulunk. Mi a különbség az összehangolás betanítás között? Összehangolás alatt azt értem, hogy
mint amikor a rádiót ráhangolod a 100,8-ra. Tehát ugye az van, hogy lehetne az a probléma, hogy megveszi az ember a garázsnyitót a távnyitó boltban, hazamegy, és akkor az a baj, hogy a távnyitó ad egy frekvencián, a garázsnyitó, meg a motor megfigyel egy másik frekvenciát, és akkor valahogy össze kéne hozni a kettőt. Ezt hívom összehangolásnak. A betanítás, meg az, amikor tipikusan úgy működik a dolog, hogy le kell pattintani ezeknek a vevőegységeknek a tetejét, és akkor van rajtuk egy darab gomb, vagy attól függ, hogy hogy van a modell, de meg kell nyomni tipikusan hosszan a gombot, és akkor valami LED elkezd villogni, aminél folyamatosan nyomni kell utána a távadón azt a gombot, amit hozzá akarsz tanítani, és akkor gyakorlatilag annyi történik, hogy a vevő az figyeli, hogy milyen új jel érkezik, amit ő esetleg nem ismer, és akkor azt elmenti ezt a kódot. És akkor gyakorlatilag onnantól kezdve az adott nyitó, az adott motor az már adott nyitóval is tud működni. Tehát, hogy ez a két dolog. Na mondjuk az a jó, hogy ezt nem magamtól találtam ki, tehát az ember rákeres, hogy a garázsnyitó programozás, akkor ez PDF-ben nagyon szépen le van írva. Mi különbözteti meg egymás kocsikócsokat? Na úr, ez egy jó, ez egy érdekes téma. Tehát ugye az van, hogy a legtöbb autó most már, amit tudsz vásárolni, az már vagy nem így működik, mármint, hogy nem ilyen jellegű adóvevőt használ, hanem valami mást, de az biztos, hogy valamilyen kriptográfiai algoritmus van már beépítve az újabbba biztosan, de most már olyan 2005-től kezdve már biztosan. Tehát az ember kicsit keres, nincs olyan túl sok beszállító az autóiparban, akik ilyen kulcsrendszereket meg a hozzájuk tartozó kriptomodulokat szállítják, tehát van 8-10 beszállító, akik 8-10 különféle algoritmust futtatnak, és akkor ugye az ember tudja, hogy mikor gyártották a kocsiját, illetve tudja azt, hogy mikori modell, akkor nagyjából ki lehet találni, hogy sebezhető-e az adott kriptó rész. Tehát a családban van egy 5-ös Golf, arra van már gyakorlatilag program, amivel azt hiszem 8 vagy 10 üzenetet kell egymás után ellesni a kulcstól, és akkor ki lehet találni, hogy mi volt a secret, amivel programozva volt az adott jeladó. Egyébként az látszik, hogy az autógyártók nem kriptó eszközöket gyártanak, ugyanis olvastam egy cikket, amikor elkezdtem autókulcsoknak a nyűgnyögtetésével foglalkozni. Tehát, hogy az ember megnézi, mi van otthon, amivel van egy hacker effi, és akkor mindenre rápróbál, ami jelet tud adni magából. Hát nyilván adta magát az, hogy hát autókulcs az van otthon, meg van ez a garázsnyitó, úgyhogy elkezdtem ezekkel szórakozni. Na és a Birminghami Egyetemen van egy kutatócsoport, aki kimondottan én automatív rádiófrekvenciás adóvevők biztonságával foglalkozik, illetve ezekre van ráva. És nem olyan régen publikáltak is egy white papert, ami nyilván nem konkrétan írja le az adott dolgokat, de attól függetlenül mondjuk érdekes dolog megnézni. Szóval, hogy azt vesézték ki, hogy a Volkswagen meg a különféle nagy német autógyártók milyen kriptográfiai hibákat adtak be a kocsikba, és ez egyik legszórakoztatóbb, ami nekem nagyon sok vidám percet okozott, hogy például a Volkswagennek volt egy csomó kulcsa, in fact az adott időszakban gyártott összes autó, aminek a titka, a titok, ami ugye a kulcs meg az autó között van, az ugyanaz volt mindegyik eladott kocsira. Ami különbözött, az a kulcsnak a széria száma volt, ami viszont rá van nyomtatva a kulcsra. Úgyhogy ez egy nagyon vicces dolog volt, mert ha tudtad a kulcs széria számát, akkor ki lehetett találni, hogy hol jár, végig lehetett próbálgatni a lehetséges állásait ennek a shift regiszternek, ami kiköpi egymás után az értékét, amit nyitják a kocsit. Szóval, hogy ez érdemes nézegetni egyébként. Állítólag a internet sötét bugyraiban már konkrét ilyen lopóeszközök is találhatók, itt lehet őket rendelni. Én ezekkel nem találkoztam, soha nem is hallottam róla. Állítólag mesélik, hogy emberek vannak, akik hallottak emberekről, akik ilyeneket használnak. Szóval akkor régebben, hogyha lefotóztad a mechanikus kulcsodat és kiposztoltad a Facebookra, akkor nyilván lehetett ugyanolyan kulcsot csinálni, de akkor, hogyha most lefotóztad a kulcsodat, és látszódik a széria szám, és úgy posztoltad ki, akkor ugyanúgy le lehetett másolni. Igen, de mondjuk nyilván, aki már mondjuk a kulcsát lefotózza és kirakja a Facebookra, az már megsérti az egyes számú zentanítást, hogy ne legyél hülye. De te gyerekek, nem posztoljuk ki a kulcsunkat, nem fotózzuk le, sőt, eldugjuk, az nem egy olyan dolog. Jó, van még pár kérdés. Jó, ez alapján ki tudjuk nyitni az autódat? Nem. Jó hír az, hogy nem fogjátok tudni kinyitni.
ugyanis mondom, ugrókódos, és biztos, hogy ebben van az a hardware, meg van az a támadói potenciális eltökéltség, amivel ki tud, amivel ki lehet nyitni, de szerintem nem érdekel. Tehát ami viszont tényleges veszély, az tényleg működik, az elvileg nem lehet ezek ellen védekezni, ami ugye úgy működik, hogy a kedves támadó követi az ellopni kívánt autót, mondjuk elmennek egy plázába, és az emberünk megpróbálja, amikor elmegy, bezárni a kocsit, viszont a kiszállás és a gombnyomás között egy ilyen szűk spektrumú zavarással megakadályozzák azt, hogy az autó vegye a kulcsnak a jelét, viszont a támadó azt el tudja csípni ezt a jelet, és ugye onnantól kezdve meg ő ki tudja, a támadó vissza tudja játszani ezt a jelet, és ki tudja nyitni a kocsit, és el tudja vinni tehát ki tudja nyitni. Onnantól meg, ha már ki van nyitva a kocsi, akkor az állítólag, aki autókulcs másolással foglalkozik, ha már az OBD csatlakozóhoz hozzáférsz, és nincs semmilyen varázslás, ami a csatlakozót külön, vagy ezt az OBD buszt, vagy a cambuszt védeni, akkor onnantól kezdve már nagyon egyszerűen lehet új blank kulcsot hozzátanítani az autóhoz. Tehát a pár éve volt itt Pesten egy ilyen cucc, hogy azt hiszem, valami Porsche Cayenne-t loptak el. És ez pont attól kapott akkor a nagy tüzet, hogy meg volt a biztonsági kamera felvétele, hogy vitték el. És ugye annyi volt a történet, hogy ketten voltak a kedves elkövetők, az egyik ment a kocsi tulajdonosa után, a másik meg ott maradt a kocsinál, és gyakorlatilag hogy ez már nem ilyen nyomógombos adóvevőként működnek, hanem RFID-s jellegű, nem tudom konkrétan mi a pontos technológia, nem is lényeges. Az van, hogy ugye egy kvázi RFID olvasó van az autónak a tipikusan a vezető oldali ajtó fölé van beépítve, és ott, hogyha az ember közelébe megy, akkor ugye érzékeli a zsebében lévő vevő, akkor ott áramgerjed benne, és akkor pontosan úgy, hogy a PayPass vagy ezek a RFID-s olvasók működnek, ugyanúgy ki lehet nyitni az autót vele. Na most ebben az a nagyon trükk, hogyha visszajátszett, ugye át mondjuk egy GPS vagy 3G-s kapcsolaton átjátsza az egyik kedves rabló a másik rablónak, aki az autó mellett áll, azt a jelsorozatot, amit a tulajdonos zsebében a kulcs kiad magával, akkor gond nélkül ki lehet nyitni, és onnantól közben már nem tudjuk, hogy mit művelt a kedves fiatalember a Porsche-ban. Minden esetre néhány másodperc kellett ahhoz, hogy el tudja konkrétan indítani az autót, és el tudjon vele menni. Tehát ez egy érdekes dolog. Tehát ha erre gerjétek, akkor lehet találni nagyon érdekes leírásokat a neten. Na, de az a kérdés, hogy hogyan lehet megtalálni, hogy hol forgalmaz az autónk, vagy a kulcsunk. Tehát a legegyszerűbb az, hogy ember fogja és rágoogliszt, tehát meglepően sok dolog már ki van gyűjtve, hogy milyen frekvencián ad. Tehát nyilván Amerikában van ez az FCC nevű ilyen hatóság, ami hát kb. Olyan, mint az ottani NMHH, csak Amerikában, hogyha van egy olyan dolog, amit kereskedelmi forgalomba akarnak hozni, és rádiófrekvencián, akkor annak kell lenni egy FCC ID értékének, és az FCC-nek a honlapjára meg le lehet tölteni azt, hogy milyen adást ad, milyen adóteljesítménnyel, milyen kódolással, mindenféle karakterisztikát lehet hozzá mérni, tehát gyakorlatilag egy konkrét tesztlaborban kimérik ezeket a cuccokat, és például a ottani mininek a kulcsa, amit nyilván ugye ott ugyanúgy van FCC ID-ja, azt, hogyha rákerestek erre az FCC ID-ra, akkor meg lehet nézni, hogy egy tesztlaborban milyen karakterisztikával, milyen távolságban, milyen jelerősséget tudtak elérni. Tehát, hogy egy érdekes dolog. Nyilván azért 315 MHz-et ír itt a Google, mert az amerikai modell, tehát amerikai piacra szent modell, hogy 315 MHz-en működik, Európában az nem így van, Európában ez 868 MHz, de ugyanúgy ezt nem nagyon kell sokat tornázni, mert ezt gyakorlatilag egy-két Google keresésen meg lehet keresni. Na, ezt most megmutattam nektek. Na, de akkor most megmutatom azt, ami nekem a legnagyobb meglepetés volt ebben a dologban, hogy a legtöbb garázsnyitó meg távadó, ami ilyen biztonsági dolgokat lát el, az mennyire nem biztonságos. Tehát konkrétan úgy néz ki a dolog, hogy ez egy tipikus ilyen adó, vagy ilyen távadó a garázshoz, tehát ennek Uni 1 a neve, döbbenetesen érdekes. Ez egy kis kínai gyártó gyártja, a legtöbb ilyen garázsnyitó értékesítő, illetve motoros garázs szerelő cég ezt vagy ennek valamilyen kis barátját szereli. És rá is van írva, hogy 433,9 MHz-en dolgozik. És erről nekem van egy nagyon szép videóm, hogy hogyan lehetett ezt visszajátszani, mindjárt megkeressük. Itt van. Tehát
Tehát itt van, tehát gyakorlatilag ez ugye az a jó hír, hogy a Universal Radio Hacker az visszajátszani is tud, tehát azt megmutatom, azt nyilván nem fogjuk megmutatni nektek, ezt nem én csináltam ezt a videót, ezt egy rádiómatőr engedélyen rendelkező ismerősöm csinált egy Faraday kalifkába zárt garázson, tehát nem adunk, tehát nem voltunk hülyék. Egyébként, hogyha akarnánk, akkor úgy tudnánk ezt megcsinálni, hogy megnyitjuk mondjuk a desktopra, amit elmentettünk, ez még működött, de hogyha azt mondjuk, hogy itt a generator főre kattintunk, ide ezt behúzzuk, és azt mondjuk, hogy ide rákattintanánk, hogy send data, de most nem kattintunk rá, és viszem az egérkurzatonnet, akkor gyakorlatilag ez kibocsátaná ezt az elmentett jelet. Na de, lássuk, hogy ez a deri címbanem, ez hogyan is működött. Tehát itt rákattintunk, send data, és itt a garázsnyitó kinyílt, tehát az baj, hogy a hangja nem hallatszik sajnos a nyitónak, tök mindegy. Tehát lényeg az, hogy ezeket az ilyen nagyon egyszerű dolgot használó eszközöket, úgy mint garázsnyitók, tárnyitók, ajtónyitók, ilyesmi, ezeket így meg lehet ezzel hackelni. Hát ez nem is igazán meghackelése, mert így nem hackeltünk meg igazából semmit, összesen annyi történt, hogy egy kőbalta egyszerűségű protokollt használó dolgot leszniffeltünk, és aztán ezt visszajátszottuk. De hát, hogy ezt látjuk, hogy most már, ahogy írták is, hogy a újabb garázsnyitók már valamelyik okosabb, tehát, hogy van olyan, amelyik már valamilyen ugrókódos rendszert használ, és az ezzel nem véd. Igen. Na de, csak hogy ne csak garázsnyitókkal foglalkozunk, meg olyan dolgokkal, amik biztonsági dolgokkal is érvényesek. Én csináltam ehhez a valamelyik karácsonykor ez volt a otthoni hekkelős projektem, hogy ez a képen látható kis távirányítós kis játékmotorhoz csináltam gyakorlatilag egy Pythonos távirányítót, és a billentyűzetről lehetett irányítani. Tehát az a jó a GNU Rádió kampényemben, hogyha az ember összeheftöli itt ezzel a folyamatával vagy folyamábrával, hogy mit akar csinálni, akkor ebből csinál egy szép nagy Python file-t is a GNU Rádió kampányon, amit önmagában is lehet használni. És például tök jó volt, hogy lehetett olyat csinálni, hogy a WASD-vel lehetett irányítani a kis motort, mert azt a jelet sugározta ki. Tehát ez egy tök jó dolog volt, egy kicsit kellett tornázni a jelekkel, hogy pontosan ott legyenek, de tök jó volt, és ez egy délutános projekt volt összerakni. Tehát szerintem ez egy baromi izgalmas dolog, hogyha esetleg valaki akar ezzel időt tölteni. Szerintem ez a vége is a világnak, most a szlájdjaimnak. Úgyhogy nézzük, hogy milyen kérdések voltak. HackerF SDR kombóra van, széles spektrumú pásztázásra. Biztos, hogy van. Igen, itt valaki írta is, hogy a HackerF Sweep a neve. Tehát ezeket a kérdéseket, hogyha googlistok, akkor a HackerF mögött iszonyat nagy community van. Tehát, hogyha valamilyen problémába beleakadtok, ami konkrétan a HackerF-fel, vagy az adott, tehát hogyha az a kérdés, hogy megvan-e már írva a HackerF-re, akkor szinte biztos, hogy megvan. Tehát valaki megírta, és valahol fenn van a GitHub-on. Tehát ez egy ilyen tök jó tudsz. Max pull request-et kell hozzáküldeni, hogyha valami bugot találsz benne. Kaponyítós példámmal nem volt megadva a bitfrekvencia. Hogy különbözted meg az 101-et, az 1100? Na, ez az, amit már nem tudok. Ez amire már nem tudom, ezeken engem is érdekelne, de valószínűleg az lesz a dolog, hogy több eset is lehetséges, tehát vagy az van, hogy a Universal Radio Hacker az nem jól találta meg, tehát ő kitalálta, sorsolt magának egy bitfrekvenciát, amit ő okosnak gondolt, de ettől függetlenül lehet, hogy ez nem igaz. Tehát ettől függetlenül ugye ez egy tök lehetséges dolog, hogy ha a bitfrekvenciát változtatjuk, akkor más képen reprezentáljuk ugyanazt a fizikai jelet. Ettől függetlenül mondjuk, tekintve, hogy nem akartunk nagyon változtatni a jelen olyan értelemben, hogy nem akartuk egyel nagyobb értéket hozzáadni, mint amit vettünk, ez igazából nem volt probléma. Egyébként, ami érdekes, még a legtöbb ilyen távadónál az van, hogy az ilyen egyszerűbb kínaiaknál, amiket most például én is mutattam, többnyire több gomb van rajtuk, tehát 1, 2, 4, igazából
több gomb is lehet. Ezeknek általában a prefixük ugyanaz, csak az utolsó néhány bitben különböznek. És nagyon hasonló ez a Mac címéhez a hálókártyáknak. Tehát régen volt olyan, szerintem 11-es vagy 12-es iOS-ben volt ez a nagyon vicces kis feature, hogy a Wi-Fi meg a Bluetooth adapternek a Mac címe az egy utolsó hexa értékben különbözött, és ezáltal nagyon viccesen lehetett exploitálni az airdropot, mivel ahhoz kellett az, hogy tudd a Bluetooth adapternek a Mac címét, ezt a Wi-Fi-ből ki tudta találni. Tehát most már ugye a iOS 12 óta randomizálva van a Bluetooth adapternek a címe is, meg a Wi-Fi adapternek a Mac címe is. Na jó, ennyi volt a tudománytechnika érdekessége mára. Köszönjük a figyelmet, és akkor reméljük, hogy ezt ki fogjuk tudni tenni majd a YouTube-ra, és gyertek, csatlakozzatok majd a Facebook csoportunkhoz, és írjatok meg, beszélgessünk. Elég aktív élet folyik ott most, hála jó Istennek, ugye reméljük, hogy ez maradjon is így. Így van, és köszönjük szépen a sok kérdést, szerintem ilyen meetupunk online még nem volt, ahol ennyi kérdés jött, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, és van nálam, akit érdekel esetleg az, hogy működik a rádió, tudok adni dedikált elektromágneses terekjegyzetet. Sziasztok!